Az Európai Unió mezőgazdasági és vidékfejlesztési programjában összesen 175 millió euró áll Szerbia rendelkezésére, amelyet 2020-ig használhat fel. Ez az összeg minden termelői ágazatot lefed. A már megnyílt pályázatokon új mezőgazdasági mechanizáció és felszerelés, valamint új traktorok vásárlására pályázhatnak a mezőgazdászok. Az ENTA-i ismertetőn megjelent termelők közül sokan már sikeresen pályáztak a Prosperitáti Alapítványnál, azonban az új lehetőségekre is nyitottak. Talán még kellene egy erőgép, egy traktor, közepes nagyságú is, akkor az nagyon szükséges, mert a gépállományában öregedve. A pályázat benyújtási folyamata nem egyszerű, hiszen uniós pályázatról van szó, azonban a gazdák bármilyen segítséget megkaphatnak ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy ezeken az előadásokon részt vesznek a szervezők, ugye hívnak ide független pályázatírókat, és ők tudják a gazdáknak adni minden olyan információt, ami fontos a pályázat megírásával, ahhoz, hogy sikeresen pályázzanak a gazdák. Már február második felétől, illetve március elejétől megnyílnak a tartományi pályázatok is. Egyebek közt öntözőrendszerre, jégvédelmi hálóra, fóliasátrakra, farmi felszerelésre nyújthatják be a pályázatokat a termelők. Emellett idén is támogatják a fiatal gazdákat a Startup programmal. Azt lehet elmondani a 18-as évről, hogy ugyanúgy, mint a 17-es évben a gazdák előszámlával is tudnak pályázni, és a pályázataink nagy részénél a fiatalok és a 40 évnél fiatalabbak és a hölgyek nagyobb arányú költségvisszatérítést tudnak megvalósítani a pályázás során. A pályázatok sorának nincs vége. Márciusban és az év közepe táján is várhatóak újabb kiírások az ipart pályázatnak köszönhetően.